A két csapat az elmúlt szezonban még a Szuperligában szerepelt, ezért rangadónak számított a fővárosi mérkőzés. A találkozó nem indult zökkenőmentesen, mivel az egyik pálya automatikája elromlott, míg az is felmerült, hogy elhalasztják a meccset. Végül sikerült megjavítani a technikát, így dobóállásba léphettek a játékosok. Az eddig hibátlan nyíregyháziak nem tudták a korábbi meccseken mutatott játékukat produkálni, így a hazaiak 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az első párban 2-1-re vezettünk, mivel itt hadsávos pályáról van szó, és 31 fával. Nagyon fontos volt, hogy a Fehér Béla 0-2-ről megfordította a párharcát, és csupán 6 fával, de mégis megtartotta a pontos csapatpontot. Azonban Szegő Levente bőven hozott a csapatfal tekintetébe, közel 40 fával legyőzte az ellenfelét. És a második sorra már úgy fordultunk, hogy a 31 fát meg kellett volna tartani mindenképpen, és még esetleg egy csapatpontot szerezni. A Magyarorsi Péternek folyamatosan nem sikerült a pontszerzése, igencsak elhúzott az a legjobb eredményét dobó játékosa ellene, nem tudta Peti a lépést tartani, még a Kastura Zsolt hol egy, hol két fával kapott ki ellenfelétől, és így megpecsételődött, azt lehet mondani, a sorsunk. Nekem a harmadik szerben sikerült egy fával nyernem a szettet, ekkor felcsillant a remény arra, hogy még akár nyerhetünk is. Az utolsó 30 dobáson múlott, abszolút partiba voltunk, de a végén nem számunkra kedvezett a szerencse, és a hazaiaknak sikerült a csapatfelőnyüket megtartani, és így fordulhatott elő, hogy sajnos vereséggel kellett távozni ismételten a BKV előre otthonából. Finta Zoltán szerint a tét rányomta a bélyegét a nyíregyházi játékosok teljesítményére. 80-100 fával többet dobhattunk volna, alkalmas volt erre a pálya, de mint minden egyes rangadó érezhető az, hogy egy kicsit nem úgy jönnek az eredmények, és ez rányomta a bélyegét nem csak a hazaiak játékára, de a mi játékunkra is. Mindenképpen túl kell ezen esnünk, minél hamarabb vissza kell lendülnünk. Néztük az ellenfeleket a tabellán. Jó hír, hogy viszont átvettük a vezetést a Vilategerrel szemben, ugyanis ő a gázművek otthonában 8-0 arányú vereséget szenvedett, ahol néhány héttel ezelőtt még 6-2 arányban diadalmaskodni tudtunk. Bízunk benne, hogy még lesznek ilyen körbeverések a felső mezőnél is, mint ahogy nekünk is sajnos becsúszott ez a vereség, de mindenképpen a jövőbe kell néznünk, és bízunk benne, hogy ez egy jókor jött pofon volt, és akkor megkettőzött erővel tudunk majd készülni a következő mérkőzésekre, amiken mindenképpen a győzelem csak is a győzelem lehet számunkra az elfogadható. A tabella élén álló Nyíregyháza mellett a második Egernek és a harmadik Dinamo SC-nek is 10 pontja van. Az NTK hétvégi Bátonterenye elleni meccsét az ellenfél kérésére december 2-ára halasztották, így legközelebb a jövő hétvégén Cegléden játszanak majd fintáik.